112-es oldalon tartunk, a 113-as oldalt fogjuk ma tanulmányozni, és most még azzal folytatjuk, amivel tegnap félbehagytuk. Jelesül, hogy amikor valakinek egy peres ügye van, és nem akar fizetni, a bíróság hogyan adja ki a végrehajtási dokumentumot, és ennek kapcsán ugye arról volt szó, hogy az idézést, amikor megküldik a alperesnek, akkor meg kell, hogy jelenjen, és nem szabad elmulasztania, és hogyha elmulasztja, akkor és nem jelenik meg, el szabotálja a dolgot, akkor akár egy kiközösítési, egy száműzési kiközösítési iratot is írnak a bíróság rá, azzal, hogy az illető nem veszi komolyan a bíróság dolgait, és nem jelenik meg a bíróság előtt. Amara vina, jaha vinan zimna a pumede itasa va pumede sivave. Azt mondta a vina, hogy amikor az idézést küldjük, a bírósági idézést küldjük az alperesnek, azt lehet küldeni egy az ő irányába tartó nővel, vagy szomszédokkal, tehát nem kell, hogy valamilyen szamhut, valamilyen autoritás legyen, aki a idézést viszi, hanem rábízhatjuk a technikai postás feladatot bárkire. Loj, amron eladi leiszebe massa, ával iszebe massa, loj. De minden émmel, loj, amru lej, de amriske hönös liha, de bédina vamr lej. Mikor mondjuk azt, hogy ilyen postás feladatra rá lehet bízni bárkit, hogy meg lehet bízni bárkit, hogy a idézést vigye oda neki, akkor, hogyha az illető, akit megidézünk a bírósághoz, az nincs jelen a városban. De ha a városban van, akkor lehet, hogy ezek a postás személyiségek nem fogják elég komolyan venni a feladatukat, azt fogják mondani, hogy bizonyára, tekintve, hogy a városban van, előbb-utóbb a bíróság egy bírósági küldönccel fogja megidézni őt, és ezért nem adják át majd az idézést. Lőj Ámran, elődölő, Khalifa Baba de Bédinava, Khalifa Baba de Bina, Imriske Hunevei Dina Amrilé. Valamint akkor sem bízunk meg bennük, hogyha tudják, vagy köztudott, hogy az illető, amikor hazajön majd, akkor elmegy a bíróság előtt, mert ha elmegy a bíróság előtt, akkor azt fogják mondani, jó, hát nyilván, ha már ott elment a bíróság előtt, akkor a bíróság találkozott vele, és megidézték, és ezért megint csak nem fogják komolyan venni az idézés átadását. De Amran elad a szabi jamjával, a szabi jamjai, Amel laj asszami, amel laj, én ma este lő és tli. Valamint ez az egész, hogy lehet postásként használni őket, az akkor van, hogyha még aznap feltétlenül az illető meg fog jönni, haza fog érni, de ha csak később fog hazaérni, akkor nem bízzuk megint csak rájuk ezt a feladatot, mert attól tartunk, hogy mire visszatér az illető, addigra ezek megfeledkeznek a feladatról. Most ugye ebből azért kiderül, hogy viszonylag szűk az a mezgye, amin belül ezt a megbízást ezekre a típusú emberekre lehet bízni. Amarava hajmán, de szívelé, psziszkadelé, asszelé, dina, adda asszelé, dina, lőj, meg karinelé. Azt mondta Rave, ha valakire egy átmeneti kiközösítési dokumentumot írnak azért, mert nem jelent meg a bírósági idézésre, akkor ezt nem tépik össze egészen addig, amíg nem követi a bíróság döntését. Tehát nem elég az, hogyha azt mondja, hogy majd oké, itt vagyok, majd követem a bíróság döntését, hanem látnunk kell, hogy tényleg így is csinálja. Valahogy hikiven, de amárcaj színakar innelej. Álaká az az, hogy végül is mégiscsak visszavonják ezt a kiközösítést egészen akkor, rögtön, amikor az illető már megígéri, hogy teljesíteni fogja, követni fogja a bíróság döntését. Amarav Chizda Koivim Zman, csak hogy értsük ezt a kiközösítés dolgot, olyan időszakról beszélünk, amikor a zsidó bíróságnak, a vallási bíróságnak
nem nagyon volt végrehajtási eszköze. És az egyik kézenfekvő végrehajtási eszköz a kevés közül az a kiközösítés volt. És erről beszéltünk, hogy ebben több változat is volt. Samta, Nidui, Cherem, ugye egy szóbeli kiközösítés, átmeneti írásbeli kiközösítés, végleges írásbeli kiközösítés. És a kiközösítés azt jelentette, hogy senki nem üzletelhetett vele, nem válhatott vele közösséget, távolságot kellett tőle tartani, és ez egy olyan kellemetlen dolog volt, amivel lehetett nyomást gyakorolni az illetőre, hogy vegye komolyan a bíróságnak a döntését. Amarav Chizda Koibim, Zman, Sein, Vechamishim, Sein, Zimna, Vezimna, Vassar, Zimna, Lemachar, Kaszvinan, azt is mondta Rav Chizda, hogy amikor idézik a Bézdinhez, a bírósághoz, akkor idézik hétfőn, idézik csütörtökön, idézik hétfőn. Ugye ezek azok a napok, amikor általában a bíróságok üléseznek. Tehát a megadott időponthoz képest adunk még egy pótidőpontot, pótidézést, meg még egy pótidézést, de hogyha a két pótidézés után sem jelenik meg, akkor bizony jön a kiközösítés. A Vászi Iklebére Kahana, Házahi Itaszed, Azmon Ledina Bepánya, Ubet Száfra Kasszi Velő Piszha. A Vászi egyszer a Kahana bíróságán volt, és látta, hogy egy asszonyt megidéztek a bíróságra reggel, nem jelent meg, estére már ki is közösítették. Amelle is szavar, lame harda, le már, la, már, le harda, amelle a frizda, kölyvíz, már, sejni, ha mi sejni. Azt kezdte tőle mond. Nem tartod helyesnek azt, amit a frizda mondott, hogy az idézés úgy kell, hogy történjen, hogy hétfő, csütörtök, hétfő. Mi az, hogy megidézted reggel, és este már ki közösítetted? Amelle, Hani Mili Gábra, de Anis vele észre masszával, itt ezt a kivendi iszre masszával lejátszja, mely redeszi, azt mondja, ez kire vonatkozik? A férfiakra. A férfiak általában a várostól távol dolgoztak, és ezért könnyen lehet, hogy az első idézést nem kapták meg, a második idézést kapja meg, és akkor a harmadik idézés után jöhet csak a kiközösítés. De az asszonyok általában otthon vannak, ezért biztos, hogy megkapta az idézést, és hogy nem jelent meg, akkor rögtön ki lehet közösíteni. Amarebi Uda Loja Vinna Zimna Löjben Nisan, Löbje Mide Tisre, Lömáli Jöme Tav, Lömáli Sabata, ával azt is mondta Rabbi Uda, hogy bírósági idézést nem adunk ki azokban az időszakokban, amikor valami nagy készület van az ünnepekre, így nem a Nisan hónapban, amikor a Pészakra készülnek, a Tisre hónapban, amikor az őszi ünnepek vannak, nem péntekenként, és nem az ünnep előtti naponként, ával Nissan le baszor jemé Nissan, mi jemé tisré le baszor tisré, kavinan. Viszont lehet Nissanban idézést küldeni egy Nissan utáni időpontra. Ugyanígy tisré hónapban egy tisré utáni időpontra. Kavinan mále sabata le maszrbál sabata löj kavinan. Máj tájmalban vidusába tarít, viszont pénteken, illetve a ünnepe előtti napon semmiképp nem küldünk idézést, mert akkor nagyon el vannak foglalva az emberek, és ezért könnyen lehet, hogy nem veszi észre az idézést. Amarav Nachman, ugye itt valaki kérdezte, hogy otthon főz, most gyereket neve, és ha pont beteg volt a gyerek, akkor mi van? Itt ugye arról van szó, hogy a bíróság idézés mindent felülír, az egyetlen dolog, ami miatt felmentés lehet, az az, hogyha nem tud róla. Gondolom, hogy ez lehet az oka annak, hogy ezek a szempontok érvényesülnek. Amarám Nachman loja hívna, zimna, lőjbené kálló, be kálló, lőjbené rigla, be rigla. Nachman is azt mondta, hogy a idézés, bíróság idézés nem adunk ki az ünnepek előtti szombaton, amikor a közösség összejön, hogy a rabbinak a drósejét, az ünnepre való előkészítését, felkészítését adja. Ki hava szülök a mélyre, máha nem elő, hogy hinded éjjük, ne fájjuk. Történt is egyszer, hogy Rav Nachmannak a előadására sokan eljöttek, és az idézéseket ott kiadták az embereknek. Rav Nachman mérges lett a bírósági eljárókra, hogy hát nem azért gyűjtöttük ide az embereket, hogy ti végrehajtásos
idézéseket adjatok ki, hanem azért, hogy jöjjenek tanulni. A végén nem fognak jönni tanulni az emberek, mert attól fognak félni, pontot kell átvenniük az idézést. Inna de ikere mai. Ha sinon manapság viszont azt mondja, hogy az emberek gyakran direkt nem veszik át a idézést, és ezzel időt húznak, akkor mégiscsak lehet ezt csinálni, hogy amikor összejön a közösség valamilyen előadásra, akkor lehet az idézést adni. Majd a Damas és Bélyák Rájusz Helvén ugye azt is mondta a Misna, ez volt az utolsó tézise a Misnánknak, hogyha ugye arról volt szó, hogy az apa lopott, és a lopott tárgyat a fiaira hagyta, és azt mondta, ugye a kérdés az volt, hogy a fiúk tartoznak-e felelősséggel az apjuk lopásáért, és akkor itt volt, különböző variációk voltak. Minden esetre azt mondta a Misna, hogyha olyan dologról van szó, ami terhelhető szó szerint, és ahogy majd mindjárt látni fogjuk, ez itt azt jelenti, hogy felismerhető, akkor azt vissza kell, hogy adják. Mászlani rábi rábi simon berej, lojdavas és beáhlász, mámes alá, filu parav, hajéresba, hamő, máhmerav, hajjavlak, azért mit nék, vajd a viem. Azt jelenti, hogy a rábi rábi simonnak, a fiának, itt nem arról van szó, amit általában a terhelhető vagyonelem jelent, ugye, ami az ingatlan, hanem arról, hogyha ingóság is akár, de egy felismerhető ingóság. Tehát mondjuk egy közismert ökör, amivel szánt, egy közismert szamár, amelyikkel szállítmányozik, akkor az illetlenség lenne, méltatlan lenne az apjuk emlékéhez, hogy mindenki látja, hogy ezzel szántanak és szállítmányoznak, és nem adják vissza. És ezért ezt vissza kell adni. Baj minden afká, hanem, hogy áll, mátom, hogy észre van le a sulk, mit tudom, észre van le a sulk, hanem, hogy a máu. Azt kezdte afká, hanem, ráftól, hogy mi van azok a dolgok, amelyek nem a közszemlén, a nyilvánosságban vannak használva, mint az ökör meg a szamár, hanem mondjuk egy asztal, ami otthon van, amin eszik, vagy egy ágy, amin fekszik, akkor ezeket is ilyennek tekintjük, hogy egy közismert, valaki ellopta valakinek az ágyát, az közismert, és vissza kell adni, vagy nem, tekintve, hogy ez a házában van. Amely laj, tényleg haha mi jár ki majd, azt mondta erre ki ráv, idézve a példabeszélyeket, adjál a bölcsnek, és ő majd még bölcsebb lesz. Magyarul, te magad is tudod erre a választ, de persze, hogy vissza kell adni ebben az esetben is. Kedves barátaim, egy új misnához érkeztünk, és most neki fogunk látni annak a témának, ami a mai előadásunk címét is adja, az adószedés és adócsalás kérdése. Ugye induljunk ki abból, hogy régen ez az adószedés az úgy nézett ki, hogy a király adót szedett, és tulajdonképpen kiszervezte az adószedést. Tehát magánvállalkozókra szervezte ki. Tehát azt mondta valakinek, hogy fizess nekem X-et azért, hogy ebben az évben, ezen az adott területen te legyél az adószedő. És akkor neki nem kellett bajlódni az adószedéssel, az illető kifizette előre, és ő aztán kezdte szedni az adót. A probléma ezzel az, hogy amikor így ez ki van szervezve, akkor könnyen lehet, hogy az az illető többet szed, mint visszaél a helyzetével, többet szed, és így tovább. És a Talmudban az adószedők, azok, az nem egy nagyon erkölcsös társaság, egy kicsit egy ilyen félmaffia. De tulajdonképpen egy állami jog magánkézbe került. És ezért úgy állunk hozzájuk, hogy alapból ezek olyanok, mint hogyha tolvajok vagy rablók lennének, és ez határozza meg a következő misnának a tartalmát. Én pajtén laim a tévesz a maik szín, velaim a kisseg a bajim, ve én laitlim nem cidaka. Az adószedők pénztárcájából nem váltunk föl pénzt, és nem fogadunk el tőlük adományt. Tehát minden olyan pénz, ami az ő adószedésünkből származik, az poszul, az visszautasítandó. Ával nőtöm tőkbe is, szöjjön, mint a sok. De hogyha ugyanez az adószedő otthon van,
az otthoni pénzéből, ami nem egyértelműen az adószedésből származik, abból lehet, azzal lehet fölváltani pénzt, vagy el lehet fogadni adományt, és ugyanúgy, hogyha a piacon van, és az ottani pénzéből, ami áruvevésből és eladásból származik, akkor ugyancsak. Idáig tartott a misna. Nézzük, mit mond a Talmud. Tana, ával nöjszön lej dinar, ve nöjszön lej ez a sar. Azt mondja erre a Talmud, hogy igaz, hogy nem lehet például pénzből adományt elfogadni az adószedő pénzéből, és nem lehet fölváltani a pénzedet az ő pénzével, de mondjuk te magad éppen adót fizetsz neki, és vissza kell, hogy adjon valami visszajárót, azt el lehet fogadni. Umaixin. Azt kérdezi a Talmud, mi az oka annak, hogy ilyen ellenségesen viszonyulunk az adószedőkhöz? Miért tekintjük őket rablóknak? Van már Smuel Dina, de már Husza Dina. Smuel többször kifejtette a híres mondást, hogy Dina de Malchusza Dina, az ország törvénye, törvény. Tehát hiába itt egy pogány országban élsz, és annak a királya, annak az adószedője az, akivel szemben állsz, ugyanúgy be kell tartanod a törvényeket. Adót kell, hogy fizess neki. Amir Rav China bar Kahana, Smuel ben Moichesein lei Kicva. Azt mondta Rav Kahana, Smuel kapcsán, hogy itt miről van szó, egy olyan adószedéről, akinél nincs meghatározva az összeg, amit beszedhet. Tehát itt voltak a tiszta kezű adószedők, meg a félmafia adószedők. A tiszta kezű adószedő az az, hogy a király azt mondja, ezen a területen én be kell, hogy szedjek 100 000 dinárt egy évben, de fizess nekem 80-at, és szedd be a 100 000-et, és akkor a haszon a tiéd. Vagy a király azt mondja, figyelj, engem nem érdekel, te mennyit szedsz be, nekem 80 000 kell. És hogy odaadja neki a 80 000, és utána, mint egy mafiózó, mindenkitől a lehető legtöbbet szedi be. Na, és ez az utóbbi az, akiket rablóknak tekintünk, és akiknél már nem áll az, amit Smuel mondott, hogy az ország törvénye, követendő törvény. Ez egyik válasz. Másik válasz, vérab jánai amri, melyikhez, ha imed mérlap, de jánai még tovább, azt mondja, hogy ez olyan adószedő, mint az igazi mafiózók, hogy védelmi pénzt kér, azt mondja, itt nagyon veszélyes a helyzet, fizess nekem, ha nem, akkor baj lesz. Tehát senki nem kérte föl, nincsen a királytól felhatalmazása, és ezért nem vonatkozik rá az a mondás, hogy a király törvénye törvény. Így kérdem azt mondja, ha a híves adom királyma filvágabjá szarvú gadom lábriáhezem bőrszemekhez, azt mondja, amúgy ezt, hogy az adószedőt szabad-e becsapni, vagy az adószedő az tolvajnak számít-e, ezt mások egy másik kontextusban tanulták, méghozzá a kiláim kapcsán. A kiláim ugye az a kevert ruha, a Tóra valamilyen misztikusoknál fogva tiltja a len és a gyapjú keverését a ruhában. A kérdés az az, hogy ugye ez tilos viselni ilyen ruhát, eladni mondjuk pogányoknak lehet. De mi van akkor, hogyha valaki fölveszi ezt a ruhát, azért, mert így akar adómentes lenni. Ugye a ruha, amit viselsz, az azért nem kértek adót. Azt nem adóztatták meg. És akkor valaki fölvesz 10 kabátot, aminek a legfelsője mondjuk már kevert len és gyapjú keverék. Az értelemszerűen semmilyen haszna, vagy semmilyen élvezeti haszna nincs abból a ruhából. Csak az, hogy becsapja a adószedőt. És azt mondta erre a misna, hogy ez tilos. Mász nincs, de lőjük rá kiva. De tánya azt, hogy láv riák, vagy eszem ehhez. Simen, olyan misna, hogy mutat láv riák, vagy eszem ehhez. Azt mondja, akkor úgy tűnik, hogy ez csak ez a misna azért tiltja ezt, mert tilos az adót elcsalni. Akkor ezek szerint ez nem a következő misna szerint van, ahol ami a Kiva véleményéből két változat is fölmaradt. Az egyik változat szerint tilos valóban így az adót elcsalni, a másik változat szerint viszont szabad elcsalni. Most ugye Bisléma a leinjen ki láimba, ami frigi már szabad, mert szkáme mutva, már szabad, és mi szkáme az, elláv riák, mert mensze, mehez, misari, van, most mondja, dimanda, hosszadina. Azt mondta, amúgy várjunk csak. Az a vita, hogy szabad-e valamilyen olyan módon hasznot húzni a kevert
ruhából, ami nem egy közvetlen haszon, azt a vitát megértem, mert az egy arról szól, hogy szabad-e úgy, meg lehet-e szegni úgy egy tilalmat, hogy az a tilalomszegés az nem egy közvetlen tilalomszegés. Mint például itt, amikor már ez a tizedik kabát rajta, az, amelyik kevert anyagból van. De az, hogy szabad-e vagy nem szabad az adószedőt becsapni, miért vita? Ugye Smuel azt tanította, hogy az ország törvénye az követendő törvény. Tehát akkor mi itt a vita kérdés? Erre mondta azt hogy miről van szó? Egy olyan adószedéről, akinek nincsen korlátozva a szedhető adója. És az már tényleg egy tolvaj, és erre mondta azt az egyik vélemény, hogy azt el lehet csalni, ezt be lehet csapni, mert egy rablóval áll szemben tulajdonképpen. De Bianiája pedig azt mondta, hogy ez milyen adószedőről szól, akit be lehet csapni, az önkényes adószedőről, aki saját maga úgy döntött, hogy adószedő, és semmilyen felhatalmazása a hatalomtól, vagy a királytól nincsen. Mikor de mászni, ha a nőrdin lehárgin leharam, illa maixin, sísel truma, sísel vész a melech, áfapisein sel truma, áfapisein sem vész a melech. Egy harmadik vélemény szerint az egész, hogy szabad-e az adószedőt becsapni, vagy sem, ez a következő harmadik kontextusban merül föl. Miről szól ez a kontextus? Arról, hogy szabad hamis fogadalmat tenni a mafiózóknak, a gyilkosoknak, az adószedőknek, amikor jönnek a vagyonodért, hogy elvigyék, akkor szabad hazudni, és azt mondani, ez nem is az enyém, ez a kohanitáké, ez truma. Vagy szabad azt mondani, ez nem is az enyém, hanem a királyé, nem az én vagyonom, és akkor megijednek, és nem veszik el, ezt így szabad hazudni. Aki is az, hogy miért lehet-e az adószedőknek hazudni, ha egyszer azt mondta Smuel, hogy az ország törvénye törvény, tehát hiába egy pogány országról van szó, annak a törvényet követni kell. Azt mondja, erre a Talmud, amara bchanilbar kánam, és Smuel, itt is egy olyan adószedőről van szó, aki önkényesen többet akar szedni, mint ami a megállapodása a királlyal volt. Vagy Rabbi Jánai pedig azt mondta, hogy olyan adószedő van szó, aki ráadásul még semmilyen felhatalmazással sem bír a adószedésre. Ő maga úgy döntött, hogy ő egy adószedő, egy igazi mafiózó. Vási Ammar, Mészes Knáni, Vási pedig egy új választ hoz be a rendszerbe, hogy itt egy kánánita adószedőről van szó. A kánánita adószedő az egy gúnynév volt azokra, akik mindig kicsit többet szedtek, mint amit. Miről a megbízásuk szólt. Ugye ez egy harmadik variáció. Az első variáció az, hogy eddig mondtuk azt, hogy van az adószedő, aki teljesen törvényesen csinálja. A királlyal van egy megállapodás, hogy ő ad 800 dinárt a királynak, és ő beszedhet 100-at. Van az, akinél nincs ilyen meghatározás, hanem határozatlan mennyiséget szedhet. Ő ad 800-at a királynak, ő bármit mennyit beszedhet. Van egy harmadik variáció, amikor valaki maga úgy döntött, hogy ő adószedő. És van most egy negyedik, amikor valakinek az a megállapodás, hogy ő 800-at füzet, és 100-at szedhet be, de ő mindig egy kicsit többet rárak. Csal. Na, ezt hívja úgy, hogy kánánita adószedő. De tánya, iszraadat náni állna, az se baul, din, imbátoljon hal ezek kell, jubed inne, iszraad, ezek kell, jubed mellői, káhdin, énu. Binek náni, ezek kell, jubed mellői, káhdin, hen. Ahogy tanultuk Ebrájtában, hogyha jön egy ilyen kánánita, és ez ugyanaz, tehát valaki, aki egy ilyen erőszakos csaló, pogány csaló, akinek vitája van egy zsidóval, és a bíróságod elé jönnek, tehát a zsidó bíróság elé járulna, akkor ha el lehet ítélni a zsidó bíróság előtt, akkor ítéld el a zsidó törvények szerint. Hogyha nem lehet a zsidó törvények, vagy ha a pogány törvények szerint lehet elítélni, akkor ítéld el a pogány törvények szerint. Ha egyiket se lehet, akkor bajna alava kifim, akkor próbáld meg valahogy kijátszani. Divrem is majd, Rabbi Akiva, mert én bajban, Akiva, kérdés sem. Rabbi Akiva azt mondta, hogy nem. Még ebben az esetben is nem szabad becsapni, vagy elcsalni. Ha ki tudod mondani a zsidó szabály, vagy zsidó törvények szerint, hogy ő hibás volt, vagy vétkes, akkor oké. Ha ki tudod mondani a pogány törvények szerint, az is oké. De az nem, még ebben az esetben sem, hogy próbáld meg becsapni,
Mert hogy egy pogányról és egy pogány csalóról van szó. Kiva, miért nem? Mipnék kidusa sem. Isten nevének a megszentségtelenítése okán. Hogy értsük, miről van szó. A Isten nevének a megszentségtelenítése, vagy megszentelése, az különböző kontextusokban merül fel, mint fogalom. Itt ez annyit jelent, hogy amikor egy zsidó pogánnyal üzletel, akkor ott még jobban oda kell figyelnie, mert a viselkedése az nem csak a saját ügyében, hanem az egész közösségére fog visszahatni. És nem csak a közösségében, hanem Izrael istenére. Mert azt fogják mondani, ha ez így viselkedik, és ennek ennek ez a vallása, akkor ezek szerint a vallásával van valami probléma. És ezért mondta Rabbi Akiva, hogy még ebben az esetben sem szabad becsapni, ha hiába egy erőszakos valakiről van szó, mert az egy Chilul Hashem, az egy Isten nevének a megszentségtelenítése lenne. Most különben itt végig arról lesz szó, hogy az ilyen pogánynak a becsapása, meglopása, megrövidítése az önmagában tilos, vagy azért tilos, mert hogy Isten nevét ne szentségtelenítsük meg, tehát, vagy mind a kettő miatt tilos. De mindenki egyetért, hogy hogy ez tilos. Ami a kiva tájmi lékítő kidusa sem, ha lék a kidusa sem, bajn, azt mondja, hogy várjunk csak akkor, ami a kiva szerint csak azért tilos, mert Isten nevét ezzel megszentségtelni. Tehát ha ez nem lenne, akkor elviekben szabad lenne meglopni a kánálitát? Szabad lenne meglopni a pogányt? Gezel knáni mi sari? Hogyan lehet ilyet mondani? Hát a kánálit, a meglopása tilos? Ahogy tanultuk, egy brájtában, de ha a tányam, mert simán damazod rá, sem kívülök, se baj, mi zifrin, mi náin legezelek láni só, asszul, ahogy Rabbi Simon mesélte, hogy a következő tanította Rabbi Akiva, amikor Zifrinből visszatért, gezelek láni, mi náin só, asszul, onnan tudjuk, hogy a pogány, a kánálit, a meglopása tilos, talmud lej, mert áhre nimkar gulaszeti elaj. Mert a Tóra a következő esetről beszél, arról beszél egy helyen, hogyha valaki egy kánánita szolgájává lett. Egy zsidó egy kánánita szolgájává lett. Ugye az ókori Izraelről beszélünk, és ott kánánita szolgájává lett. Akkor a zsidó testvéreinek kötelessége mi hamarabb kiváltani őt, és ezzel a szabadságát visszaadni neki. Tehát úgy szavalgalmaz a szöveg, Mózes 3. könyve, 25-ös fejezet, 48-as mondat, Achrei nimkar guloti eloj, miután eladásra került, mint szolga, a megváltása legyen. Tehát ki kell váltani. S lojim se chenneve jejce, mit jelent ez? Hogy nem szabad erőszakkal elvinni a kánálitától, hanem kánálitát ki kell fizetni. Nem lehet átverni, becsapni. Jachal jiglem a lab, tamudlaim már vehésemém könnéjú, dágdegém könnéjú. Ez persze azt is jelenti, hogy ha mondjuk a kánálita nagyon fölemeli az árát, látja, hogy mennyire ki akarják váltani, és nagyon fölemeli az árat, akkor azt is ki kell fizetni? Szóval tamud nem, mert ugye a szöveg úgy folytatja, vehésemém könnéjú, hogy számolja ki az ő vevőjével, vagyis csináljanak egy tisztességes elszámolást. Mit látok ebből? Hogy a kánálita meglopása, az tilos. Nem csak azért tilos, mert Chilul Hashem, mert Isten nevének a megszentségtelenítése, hanem önmagában tilos. Amire Jézsef, Lé, Kásja, Habek, Náni, Habek, Érta is. Aztán Jézsef, itt két külön dologról van szó. Szó van a kánálitáról, aki pogány, és szó van a gertoisavról. A gertoisav az a nem zsidó, aki nem pogány, hanem magára vette a Noé hét törvényét, egy Isten hívő, követi az alapvető erkölcsi szokásokat, törvényeket. És akkor, amikor egy ilyen nem zsidóról van szó, ott a
lopás tilalma az nem csak Isten nevének megszentségtelítése, hanem önmagában is tilos. Amikor egy pogányról van szó, akkor önmagában talán nem lenne tilos, de azért tilos, mert ez a Isten nevét megszentségtelítjük. Amelé a bájéve hatra váljuk, hát gabi a dolegszív. Lajle ha ellenleger, se nem már legev, lejleger, szedek ellenleger, tőjsöm, se nem elleger, tőjsöm, és párházai, de mit kell havim, és ő mire, hogy leékezni, kárába, hogy ezt kell havim. Azt mondta erre bájé, de nem tudom ezt elfogadni, ezt a magyarázatot, mert ebben az esetben, amikor a zsidót eladták szolgának egy kánánita tulajdonába, ott a különböző kánániták, tehát a különböző típusú nem zsidó, az egy mondatban van. Szó van egyszer a gérről, mint gértojsok, tehát egy ilyen, aki magára vette Noé törvényét, és egyisten hívő, és elkölcsös életet él. Szó van Mispachas Ger, a gér családjáról, ami ugye azt jelenti, hogy a báványimádó pogány, és szó van el Eker, aki pedig maga a báványimádó templom. Bármelyiknek lett eladva a zsidó rabszolgaként, te nem csaphatod őt be, mármint a szolga vevőjét, gazdáját, hanem tisztességesen elszámolva kell, hogy kiváltsad onnan a zsidót. Látom, hogy Mária azt kérdezi, hogy lopni bárkitől nem tilos-e? Hát még egyszer, ugye akkor úgy látszik, hogy későn kapcsoltál be. Arról beszélünk, hogy de, egyértelműen tilos bárkitől lopni. Az a kérdés, hogy a pogány meglopása az miért tilos? Nem az a kérdés, hogy tilos-e, hanem az a kérdés, hogy miért tilos. Azért tilos, mert ugyanúgy tilos megrövidíteni, mint egy izraelitát, vagy azért tilos, mert ezzel Isten nevét megszentségtelenítjük. El amer ravelői kásse kámbek zénylővé kámbehák faszálva asszaj, és ugye akkor még folytatva itt a választ Máriának, ez is, hogy itt arról volt szó, hogy Rabbi Akiva egy ponton úgy tűnt, hogy úgy nyilatkozott, hogy ez nem önmagában lenne tilos, hanem idézelben csak azért, mert Isten nevének a megszentségtelenítése miatt. Egy másikkel meg úgy nyilatkozott, mint hogy önmagában lenne tilos. És ezt akarjuk megérteni, hogy melyikről szól. Most próbáltuk azt mondani, hogy a különbség az, hogy egy tisztességes nem zsidóról van szó, vagy egy bálványimádó pogányról. De ezt elvetettük, azt mondjuk, hogy ez nem egy jó válasz. Most Rave mást akar mondani, mert Rave egy kásai kámbek, zélői kámbáv, kalszalva asszaj. Na, azt mondja, lehet, hogy mind a kettő egy pogány-pogányról szól, de az egyik a meglopásáról szól, a másik pedig egy kölcsön elévültetéséről. Nem visszafizetéséről. Az egyik azért tilos, mert önmagában tilos, a lopás az önmagában tilos, a kölcsön elévültetése meg önmagában lehet, hogy nem lenne tilos, de mégis tilos Isten nevének a megszentségtelítése miatt. Amire a bája evet knáni, evet ivri, a kalszalva a szihú, Rave lett a mely, de amely Rave evel ivri gufolykon. Erre azt mondta neki a bája, de ez se egy jó válasz. Miért? Mert miről beszélünk? Honnan vettük azt, hogy tilos meglopni a pogányt? Ugye arból a tórai esetből, amikor egy zsidó szolgaként el lett adva egy pogánynak, és ott ugye úgy tűnik, hogy maga önmagában is tilos ez a dolog, és nem csak Isten nevének a megszentségtelítésért, és az, ami, ha mégis meglopnánk, és erőszakkal mondjuk elvennénk tőle, és így szabadítanánk föl a zsidó szolgát, az nem lopás lenne, hanem a kölcsön elengedése, és mégis tilos. Mert ugye miért? Mert a szolga miért lesz általában valakinek a szolgája? Azért, mert kölcsön kapott tőle, és nem tudja visszafizetni. Ravelet a meid, amely ravelet ivrik hufoly kanon, ravelet ezzel nem ért egyet, mert szerinte a szolgánál ez nem egyszerűen kölcsön vissza fizetés módjáról van szó, hanem maga a szolga státusza olyan, mintha meg lenne véve a gazdája révén. És ezért szerinte ez a distinkció a kölcsön vissza nem fizetés és a lopás, a direkt lopás között mégiscsak megvan. Akkor még egyszer összefoglalva. Nem az a kérdés, hogy tilos-e vajon meglopni egy pogányt, hanem az a kérdés, hogy ebben a tilalomban
idézőjelben csak azért tilos, csak mert Isten nevének a megszentségtelenítése, vagy önmagában tilos. Erre azt mondtuk, hogy ha egy olyan pogányról van szó, aki tulajdonképpen nem pogány, mert istenhívő, tisztességes ember, akkor mind a kettő miatt tilos. Ha egy olyan pogányról van szó, aki egy bálványimádó pogány, akkor ott a két tilalom közül idézőjelben csak a Isten nevének a megszentségtelenítése miatt tilos. Ez volt az egyik lehetséges válasz. A másik lehetséges válasz az az, hogy a különbség a direkt lopás és az a kölcsön elkenése között van. Amarab Bibi bár gidél, amarab Simon ben Chizda, gezelt náni asszúra, vagy dasszimu terez. A Bibi viszont azt mondta, hogy a pogánynak a lopása tilos, viszont az elveszett tárgyának a visszaszolgáltatása az nem kötelező. Gezél, hogy azt mondom, hogy a funom irány ezek náni, hogy asszúra, és nem már vagy hált, az kalá, ami másra semmi kell, hogy szóleha. És másra sem hogy lőbiz másra, én nem szólom, honnan tudjuk, hogy a kánálita pogány lopása tilos? Mert a Tóra ugye arról beszél, amikor a zsidók honfoglaló háborújukat fogják vívni, akkor falt föl mindazokat a népeket, amelyeket az örökkévaló neked ad, így fogalmaz Mózes Dvarimban, Mózes 5. könyvében. Mit látok ebben, hogy mikor teheted ezt meg, mikor szerezhetsz tőlük zsákmányt? Ha háború van, ha nincs háború, akkor az lopás, és az tilos. Egyértelmű, hogy Gezel Klánit, Kánálita lopása, az tilos. A védasszony mutáz, de már finom megírja, amirá, minálj le, védesz Klánit, és mutáz, nem már, de hol a védesz a hícha, le hícha, a máhzom, mit a máhzom, Klánit. Viszont az elveszett tárgyának a visszaszolgáltatásának a kötelessége, az nem vonatkozik a Kánálitára, a pogányra. Miért? Mert mit mond a Tóra, amikor az elveszett tárgy visszaszolgáltatásáról beszél? Így járj el testvéred minden elveszett dolgával. Testvéred, de nem az idegen. Veimáni mili éjhde le jasszili adé. De lőj mi hájv le adúrja bászra, ával éjhde asszili adé, éjmele hádra. Oké, de nem lehet, hogy itt inkább csak arról van szó, hogy ha látsz egy elveszett dolgot, akkor nem kell oda menj fogni azt az elveszett dolgot és azt visszaadni, hanem hagyhatod. És nem kell. De ha már nálad van, akkor köteles vagy visszaadni. Mert a vinnom, hogy azt mondja, ászélé adé másmé. A vinnom azt mondja, én nem értek egyet ezzel, mert itt mégiscsak arról van szó, ha van egy elveszett tárgy, és azt megtaláltad, akkor azt ad vissza, és így járj el minden testvéred minden elveszett tárgyával. Tehát szerintem mégiscsak arról van szó, hogy ha már nálad van, akkor sem kötelező visszaadni. Tányira Pinchasben jaj, önmakom se is kívül a sem, a fileidem, vid asszor. De a Pinchasben jaj pedig azt mondta, hogy ez sem igaz, mert minden olyan esetben, amikor Isten nevének a megszentségtelenítésével járhat az, hogy te nem adod vissza, akár az elveszett tárgyat, akkor az tilos. Van egy szép történet Pinchasben jaira, ha jól emlékszem. Nem Pinchas, Simonben setacha. A történet arról szól, hogy vettek egy szamarat a tanítványai egy pogánytól, Simon ben Setachnak, és amikor eljött a szamár, akkor észlelték, hogy a nyakában van egy gyémánt. És ó, akkor azt Isten küldte, hogy most már ne legyen több problémád, most már tudsz, teljesen át tudod magad adni a tanulást, nagyon örültek rá, azt a Simon ben Setach, és a pogány tudja, hogy ez a gyémánt itt van? Azt mondja, nem. Akkor menjetek és adjátok vissza. Azt mondták neki, na jó, de hát ebből soha nem lesz Hillula sem. Nem lesz Isten nevének a megszentségtelenítése, mert azt mondja, nem is tudott róla soha, hogy itt volt egy gyémánt a nyakörvében. Tehát soha nem fogja megtudni, akkor mi lenne a probléma? És azt mondta neki, Simon ben Setach, nem akarok ezen meggazdagodni, hanem sokkal nagyobb érték a számomra, hogyha ez a pogány megtudja, hogy milyen tisztességesen jártam el, mint zsidó, hogy visszaadtam neki azt, amit nem is volt, lettem volna köteles, akkor aznak sokkal nagyobb az értéke. Kiad és múl az, ami kutél a Kanada Havában már pázla, amely Smol tú uszony muteresz, ugyanakkor Smol azt mondta, hogy egy pogány kánálitának, egy bálványimádó kánálitának a véletlen kijátszása, nem tudom mi a jobb kifejezés, az megengedett. Miről van szó, hogy mondjuk elad neked valamit, és rosszul méri ki. Akkor nem kell, hogy visszad, ha nem veszi észre. Zavami kutile Kanada hába már de pázla, bármely húzéve, ablile hára zúza,
ahogy Smuel eltörtént, hogy vette egy arany kancsót, amiről azt hitték, hogy az nem is arany, hanem réz, és 4 zuzért vette olyasmit, ami sokkal többet ért volna. Rav Kána zavim kutu mea ve esztrim ve chamisra ve mea avlele chada zuza. Rav Kána egyszer vett 120 hordót 100-nak az értékeért, amelé chazim zállach, kaszem china, de ezt úgy csinálta, hogy azt mondta, hogy jó, én nem számolok, te számold. Ugye az eladónak egyértelmű tette, hogy ő nem lesz felelős, hogyha ez rosszabbul jön ki neki, mert rosszul számolta meg, hogy hány hordóra van szó, az az ő baja. De vinna zavén dikla húve kuti le cálha amel lejne smáj, kodem ájszmény karja, de kutim ennyi jade. Még egy ilyen történet, ahol Ravina és egy pogány társa vettek egy pálmafát a faanyagért, és a szolgájának azt mondta a Ravina, hogy ügyelj arra, hogy az aljából hozzad el a fadarabokat, faléceket, vagy a fa tönköket, mert azok vastagabbak, annak ellenére, hogy ez kicsit az a mesdjén volt a másik fél becsapásának, mert ott darabszámra határozták meg a fatönköket, és az aljából szedett fatönkök, azok vastagabbak voltak. A vási alvek az a burka, háze és sipsa de gufni bőpárdisza, talibé kitfüde invi, de a másival történt, hogy egyszer ment az úton, és látta, hogy van egy szőlőtőke, és azt mondta a szolgájának, ha nézd meg, hogy ki ez a szőlő, hogyha egy pogányé, akkor vegyél belőle, és adjál nekem. Hogyha egy zsidó, akkor ne. És éppen mellette ment egy pogány, azt mondja, a pogánytól szabad lopni, és akkor ezért mondtad neki, hogy vegyen, hogyha a pogány, ezt nem félreértettél. Én úgy értettem, hogy ha a pogányé, akkor vegyél belőle, és én tudom, hogy utána kifizetem a pogánynak, ő ezt el fogja tőlem fogadni. Ha zsidói, akkor ne, mert tudom, hogy úgy tisztelnek engem a zsidók, és nem fogják elfogadni tőlem a pénzt, és ezért visszamenőleg ez lopás lesz belőle. Gufalmar Smuel dinadum a 20 dina, ugye előbb említettük, hogy Smuel mondta azt, hogy az ország törvénye, követendő törvény, ugye mindaddig, amíg az ország törvénye nem megy szembe a zsidó vallás törvényeivel, addig azt úgy kell követni, mint hogyha vallási törvény lenne. Amár a tédedet katni dikli, gassrug isri, vav dinanelájú, mondta Rava, honnan látjuk, hogy a gyakorlatban ez így van. Például kivágnak fát, abból hidakat készítenek, és mi használjuk ezeket a hidakat. Miről beszélünk? Mondjuk a király kiadja, hogy fát kell kivágni ezen a környéken, összesen 10 000 fát, és ebből hidat kell építeni. De ő úgy adta ki, hogy azt tisztességesen, vagy egyenletesen elosztva a különböző erdő tulajdonosok között. De az embereinek ez nem éri meg ezzel szórakozni, és oda mennek egy valakinek a erdőjéhez, és onnan kivágják az összes fát. Ez lopás, de mivel a király felhatalmazásával csinálták, mi az ebből a lopott, idézőjelben lopott faanyagból, mégis ebből a faanyagból készített hidakat használjuk. Ez mit jelent? Hogy úgy látszik, hogy a király törvény, azt követni kell. Amelé a bájve dilma mi sum de ájus lej. Mi nájum a rájú. Amelé ílaj dina de malchusz a héhe mi jájes. Azt mondja, a bájve, na jó, de lehet, hogy azért használjuk, mert van egy olyan szabály, hogyha valaki lemond valaminek a visszaszerzéséről, ugye reményt veszt, akkor az már nem az övé. Ahogy ezt korábban tanultuk. És ezért lehet ezeket a hidakat használni. Mire azt mondta Rave a bájnak, na jó, de hát miért vesztene reményt, ha nem másért, azért, mert a király törvénye törvény, és ezt ő úgy gondolja, hogy törvény erejével csinálták. Valaj alka avdi, kedamer málka. Málka amer zilve kitlumi kolbag. Névi inu az, lövök hatlumi hát baga. Azt mondtam, na jó, de hát ez nem a király törvény, mert a király nem azt mondta, hogy egy valakitől kell ezeket a fákat elvenni, hanem azt mondta, hogy menjetek a fát kivágni, tisztességesen, vagy egyenletesen. Azt mondja, Sulha, de Málka ke Málka, vagy egy tarák, inhu abszidak napsájú, ibaim mikulna bagim, a skalidami. Azt mondta, hogy jó, de a királynak a megbízottja ugyanolyan, mint a király.
ha ő nem akar ezzel bíbelődni, és mindenkitől vág egy kis fát, akkor kivágja ettől a fickótól az összes fát, az egy másik kérdés, hogy ő a szomszédokhoz elmehet, és kérhet tőlük kártyáit, és mondva, hogy minden fát, amit tőletek is vágtak volna, de tőlem vágtak ki, akkor kérem, hogy kártérítsetek. Ehhez hasonló dolog, amikor az adószedők mondjuk társaktól nem úgy szednek adót, hogy mindenkitől egyenletesen egy valakitől, akkor mehet-e valaki, az az egy valaki, akitől az egész társaságtól szedendő adót szedték, és mondhatja nekik azt, hogy jó, akkor kérem, adjatok a kompenzálásként nekem azért, mert én fizettem ki a ti adótokat is. Amen raven mandem is takich bedé dani pare mansa de malka. Azt mondta rá, hogy aki a szélünk van, az fizeti ki a királynak járó adót. Tehát ha valaki már elvitte, akkor tehát valaki több mindenkinek a... Ugye, hogy néz ki? Amikor van több föld, gabona föld, akkor, és van középen egy szélű, és oda gyűjtik be a termést. És az tudja az adósz, hogy ebből a környékből ennyit kell beszedni. Oda, hogy a szélű, az elviszi. De az egy valakinek volt a teljes termése, mert a többiek nem vitték oda. Vagy már nem nincs ott neki. Akkor ilyenkor ez szabályos. Más kérdés, hogy ez a, akitől az egészet elvittek, az a többiektől beszedheti a kárát, és az ő úgymond hasznukat, mert tőlük nem szedtek adót. Ánem én is jutta a fával, hogy nisza szájú, hú de kamapik. Ez mikor igaz? Akkor, hogyha itt társakról van szó, tehát egyenlő rangú társakról, földtulajdonosokról, de hogyha az, akitől ezt beszedték, az napszámos, ő csak a napszámosságáig szedheti be az elvett adót. Van már Ravebár Maha Abar Masami Abet. Ugyanígy azt mondta Rave, hogy ha valaki, az adószedő egy teljes falutól akar valamit beszedni, akkor beszedheti egy valakitől a faluban. Várni minden, de burla árve kárga de hajsáta. Ával sata de khalif. Hol van? Pájsz málka khalif. Ez mire igaz? Az azon, abban az évben beszedendő adóra. Tehát, hogy be kéne szedni 100 embertől, és ő nem bajlódik ezzel, beszed egytől, majd ő az az egy, majd akkor odafordulhat a másik 99-es, hogy ők kárpótolják ezért. Ez mikor igaz? Az abban az évben szedendő adó esetén. De ha a tavalyi adót akarja így beszedni, azt nem, mert a tavalyi adót már nem lehet idén beszedni, mert azt már elengedte a király, amíg nem szedte be. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este rendületlenül folytatjuk, addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű Sábeszt, a legjobbakat, a viszontlátásra, viszonthallásra.